Hajdú Nórával lapszemlézünk az Együtt Alelnökének. Jó reggelt kívánunk! Kezdjük csókolom, jó reggelt! Leleplezzem ezt a sertésgurú történetet? Leleplezheted, ebben van annyi, hogy akár háromszor is leleplezheted. Szóval a Népszava címoldalán arról számol be, hogy Kósa közelben az állam kedvenc disznói. Elég erős felütési állam címben. Állam kedvenc disznói. Igen, így? Van ilyen is. Szerintem kezd el írni ezeket a szövegeket. Kormánypárti sertések? Igen, egész pontosan. Na most itt arról van szó, hogy utólag jogszövegbe írt kormányzati hátszéllel vette át és tette a sertésipar megkerülhetetlen félállami civil üzleti hibrid ernyő szervezetévé. Igen, tehát nagyon utólag írták bele. Igen. Kormányzati hátszéllel. Igen. És itt félállami civil ernyő szervezetről van szó, Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségéről, amit Horváth István vezet, ő az elnöke, na és ő Kósa Lajos alatt államtitkár. És ő az, aki a Kósa-féle sertés bizniszt egy sajtóközleményben védte meg tavaly, és disznó szakmai guruként védte meg a saját miniszterét. És ő lett ugye ennek az ernyő szervezetnek jogszövegbe írt képviselője. Valamiért ez egy fontos kiemelt terület, most úgy látszik a Fidesz oldudvarában. Hát nekem erről két dolog jut eszembe kapásból. Az egyik az, hogy szerintem az a szomorú, hogy olyan a közéletünk ma már, hogy senki nem a hírcsárda között keresi ezt a hírt, hanem komoly hírként jelenik meg. A másik pedig az, hogy ugye, hogy utólag oldják meg erre, meg tényleg azért a mesterektől kell tanulni, mert azért Orbán Viktor volt az, aki azt mondta, hogy oszt jó napot, ugye? Emlékezünk még erre a kijelentésre. Ez pontosan azt a mentalitást mutatja, hogy ha valami nem felel meg annak, amit ők szeretnének, akkor utólag mindent hozzáigazítanak. És gyakorlatilag már a törvényességnek a látszata sem foglalkoztatja őket igazából. Nekem a nagy kedvencem ma reggel a Magyar Hírlap, ugyanis a címlap egyetlen történetéből sem hiányozhat Soros György. Ugye a tetején Soros tervről tartó nemzeti konzultációról beszél például Halász János, aztán ugye Soros hálózat embere Budapestre jön nyomást gyakorolni, és a legalján pedig, mármint az lap legalján, gyerekeket lázítanak politikai céllal, délelőtti iskola kerülésre, délután tüntetésre buzdítja a diákokat Soros Báb Színháza. És azt hiszem, hogy a disznóügyi guru mellé a Soros Báb Színháza is bekerüljön. Meddig lehet ezeket a fogalmokat fokozni a magyar politikusoknak? Egyébként ez a túloldalról is érdekes, tehát ott is van Orbán bandája és minden egyéb. Szerintem a határa csillagoség. Egyébként én azt látom, hogy nagyon sok olyan fogalmat használunk mi is már egyébként, meg a kormánypárt is napi szinten, amitől elképzelhetetlennek tartottuk volna, hogy ez lehetséges. De ezzel kapcsolatban nekem az jutna eszembe, hogy szerintem nem csak a Magyar Hírlapban, hanem például a vidéki megyei napilapokban is egyik a másik után hozza le ugyanazokat a főcímeket. És erről nekem meg az jut eszembe, hogy ugye amikor a hétvégén a Bild újságnak adott interjút a magyar miniszterelnök, akkor például azt mondta, hogy nem is érti, hogy miért van bárkinek problémája a magyar sajtószabadság helyzetével, hiszen egyrészt a magyar sajtó szabadabb, mint a német, másrészt pedig ezek az ő állításai. Másrészt pedig azt is mondta, hogy a magyar sajtónak a 80%-a magántulajdonban van, nem is érti, hogy akkor mi itt a kérdés. Ezt mutatja ez a magántulajdon, illetve azt, hogy ilyenek lesznek az újságok, amikor például a megyei napilapokba beszél Mészáros Lőrinc. Akkor, amikor a megyei napilapokról beszélnek, én, mint a Dunántúli Napló egykori újságírója, hadd kérdezzem meg, azért ezek a lapok mindig lapcsaládban tartoztak. Tehát az, hogy a Komárom-Esztergom megyei 24 órában és a Dunántúli Naplóban ugyanaz a cikk jelent meg, az nem Mészáros Lőrincnek a saját. Ezt most fedezték fel a pesti politikusok, de 9 lap egybe tartozott, és amikor volt egy érdekes cikk, akkor az mindenhol megjelent, mind a 9 helyen. Akkor én is elárulok most egy titkot saját magamról. Én amikor elkezdtem dolgozni, akkor az első munkahelyem az a Pannonlapoknál volt, ami kiadója volt többek között például az ön által akkor olvasott Dunántúli Naplónak. Nem volt soha. A Dunántúli Napló a Springerhez tart. Nem. A Pannonlapokhoz nem tartozott. A Veszprémi Napló volt, így van. Szóval, hogy 5 megyei napilap volt a Pannonlapoknak a portfóliójában, és mi Budapesten írtunk cikkeket, az elképzelhetetlen lett volna, hogy ezek a megyei napilapok úgy vesznek át cikkeket, akár a központtól is, hogy ez nincs végig gondolva, hogy az adott lapszámban aznap mi az, ami számukra fontos. Tehát akkor egy újságírói
működés volt, és nem pedig arról szólt a dolog, hogy van egy kiadott feladat, jelen esetben az, hogy mindenről be kell bizonyítani, hogy igazából Soros György műve. Tehát az egy dolog, hogy vannak portfóliók, de mindenhol meg kell őrizni szerintem az önállóságot, de hát én azért nem vetemednék arra, hogy újságíróknak tanácsokat adjak arról, hogy hogyan kellene végezni munkájukat. Na, de Ele alelnökként abban biztos tud nekünk segíteni, hogy tegnap csinált egy Facebook élőadást Juhász Péter elnökük, amiben egy nagy széles mosolyt eresztett meg, és azt mondta, hogy most ennek van itt az ideje, ami ritka az ellenzéki politikusok életében, mert hogy végre Molnár Gyula, az MSZP elnöke elment hozzá és tárgyaltak. Ugye az ütköző pont az Szabó Szabolcs indulása volt Csepelen. Hol tart most ez a történet? Miben állapodtak meg, mert nem volt teljesen egyértelmű, hogy akkor most rábólintottak volna. És egy negyedmondatos kiegészítés, reggel itt volt tegnap ugye Szabó Szabolcs, aki elmondta, hogy ma tárgyalások lesznek, de nem árult el kivel, délután Emilia idézte, már tudtuk is, hogy kivel. Igen, csütörtökön folytatódnak ezek az egyeztetések. Tehát mi leszünk jelen az MSZP-nek az elnöke Molnár Gyula, valamint a Demokratikus Koalíciónak az egyik vezetője, és mi elhívtuk Karácsony Gergőt is, mert úgy gondoljuk, hogy a Szocialista Pártnak a miniszterelnök jelöltjének dolga van azzal, hogy hogyan néznek ki az egyéni körzetek. Hát, ő tud nyomást gyakorolni arra a pártra, aminek a miniszterelnök jelöltje? Nézze, én eltöltöttem hónapokat Karácsony Gergővel, amikor arról egyeztettünk, hogy mely körzetben kik a legesélyesebb jelöltek. Én azt remélem, hogy amikor ő megteszi az ajánlatát a magyar társadalom számára, hogy mi a legsikeresebb konstrukció a választásokon indulásnak, akkor szerintem, és ebben sokáig egyetértettem vele, remélem, hogy ez továbbra is így van, az a magyar társadalomnak és a magyar ellenzéknek az érdeke, hogy minden körzetben a legesélyesebb jelölt induljon. Úgyhogy én még nem tudom megerősíteni, de én azt gondolom, hogy az ő érdeke is, és a Szocialista Párt érdeke is, hogy jelen legyen. És még egy dolgot hagyd mondjak el, az eddigi megállapodásuk, ugye egyelőre csak a Szocialista Párt és a Demokratikus Koalíció állapodott meg egymással, én ezt megint csak hangsúlyoznám, hogy ez egyelőre a párteléteknek a megállapodása. Nem látszik belőle az, hogy a 106 körzetben mindenhol a legsikeresebb vagy a legreménytelibb konstrukcióval indul az ellenzék. Szerintem viszont nem csak az együttnek, hanem mindenkinek az az érdeke, hogy minden körzetben az a jelölt indulhasson, akinek a legnagyobb esélye van legyőzni a Fidesz. Egy családnevet és egy keresztnevet várok, ki indul Csepelen, ön szerint? Szabó Szabolcs. Oké. Arról is tartottak nemrég sajtótájékoztatót, hogy miközben a kormány azt mondja, hogy a családtámogatások milyen mértékben segítik ebben az évben is a családokat, ez nem elég. Miközben azért tényleg például azt, hogy az adókedvezmény, a családi adókedvezmény mértéke nő, az számszerűsíthetően nagyon sok családnak segítség. Ez miért nem elég az együttnek? Azért, mert számos Fidesz korifeussal együtt én is azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak az egyik legégető problémája az, hogy hogyan lesznek párokból szülők, és hogyan lesznek családok majd a következő években is. És én azt gondolom, hogy ezek az intézkedések, amelyek között egyébként van számos előremutató intézkedés, tehát én ezt nem is szeretném tagadni, nem elegendő ahhoz például, hogy Magyarországon nem az a probléma szerintem ma, hogy hogyan lesz valakinek 2-ből 3 vagy 4 gyereke, hanem egyáltalán az, hogy hogyan válhat valaki szülővé, hiszen, és egyébként ezt több kutatás is megmutatja, a magyar fiataloknak az egyik legfontosabb szempont, ami alapján eldöntik, hogy vállalnak egy gyereket vagy nem, az az anyagi helyzetük, illetve az, hogy mit gondolnak perspektívikusan arról, hogy lesz elegendő forrásuk, lesz elegendő biztonságuk felnevelni majd azt a megszülető gyermeket. Én azt gondolom, hogy az államnak ebben van dolga, hogy hogyan győzi meg a fiatalokat arról, hogy érdemes gyermeket vállalni. Ezek az intézkedések pedig nagyon sok esetben, amelyeket most bejelentettek a családok éve keretében, ezek egyrészt a nagycsaládosok számára kínálnak esetlegesen megoldást, illetve azt is látjuk, hogy azok a kedvezmények, amelyeket ők most rossz szóval vagy csúnya szóval belengednek, ezek sok szempontból csak azokat érik el, akik már egyébként is olyan anyagi viszonyok között vannak, hogy ezeket a kedvezményeket igénybe vehetik. Szerintünk viszont, mármint az együtt szerint, dolgunk van abban is, hogy a kevésbé tehetőseknek is mutasson perspektívát az állam. A mi javaslataink egyébként, amelyekről én vasárnap a sajtótájékoztatón is beszéltem, egy sokkal szélesebb merítésnek teszi lehetővé, hogy gazdagodjon, illetve hogy lehetősége legyen szülővé válni. Fontos kérdés az, hogy honnan lesz erre pénz, tehát hogy például az egész rendszerből a 3-4 gyerekesek támogatásából vonnának el és azt adnák oda a még gyermektelen vagy egy gyermekeseknek, vagy pedig máshonnan átcsoportosítva pénzt azt meghagynák, és ezt pedig fejlesztenék. Nem, tehát semmiképpen nem abban gondolkodik az együtt, hogy meglévő kedvezményekből visszavonni. Azt gondoljuk, hogy még hozzá kell tenni, és átcsoportosításokkal, illetve egyéb forrásoknak a megnyitásával ezt a helyzetet kezelni lehetne. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt.